Most még vegyes, állami és önkormányzati fenntartásban működnek az iskolák Magyarországon. Az oktatási államtitkár keddi javaslata szerint azonban nyártól az állam lenne az intézmények működtetője és fenntartója is. Egy irányítószerv, Klebersberg központ néven fogná össze az 56 tankerület munkáját. A törvényjavaslatot az Országgyűlés Kulturális Bizottsága tárgyalja majd. Dúró Dóra elnök szerint azonban nem ez lenne a megoldás az oktatás helyzetének javítására. Az az alapvető kérdés, hogy van-e olyan iskola, amelyik jobban tud működni önkormányzati fenntartásban, mint állami fenntartásban. A mi álláspontunk szerint igen, van olyan iskola, amelyik jobban tud működni önkormányzati fenntartásban, ezért nem, hogy még a működtetést is el kéne vonni az önkormányzatoktól, hanem a fenntartásban is meg kéne nyitni újra azt a lehetőséget, hogy az önkormányzatok is fenntartói lehessenek az iskoláknak. Itt számos olyan kérdés felmerül, amelyre a politikának választ kell adni, a szakmai szervezetek bevonásával kellene kialakítani azt a szempontrendszert, ami alapján az önkormányzatok visszakaphatnák az iskolákat. A Magyarországgyűlés Kulturális Bizottsága szerdán Nyíregyházán tartotta kihelyezett ülését. Ennek egyik fontos napirendi pontja volt, hogy hogyan lehetne csökkenteni az országon belüli oktatási különbségeket. Foglalkoztak a szegregáció kérdésével és a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásával, amelyre az elmúlt időszakban 160 milliárd forintot fordított a kormány. A kihelyezett ülések az adott város és a megye szempontjából is fontosak. Nyíregyháza oktatási élete milyen, mennyire kultúra szerető a város, milyen a sportélet, hogyan lehet itt egy élhető várost kialakítani. Tulajdonképpen ennek a kihelyezett bizottságülésnek, bár lesz napirend módosítás, lesz olyan, amikor érdemben is fognak dolgozni a képviselők, de az a célja, hogy itt Észak-Kelet Magyarországon, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nyíregyházán bemutatkozzunk, hogy milyen itt az oktatási, kulturális sportélet. Nyíregyháza és térsége dinamikus fejlődést mutat az elmúlt években, a Modern Városok program egyik települése, emelte ki Vinnai Győző köszöntő beszédében. Ez a pozitív változás több területen is megmutatkozik, többek között az oktatásban, a kulturális életben, a sportban és a turisztikában, tette hozzá az országgyűlési képviselő.